Üdvözlöm Önöket! A következő fél órában a Mintagazda decemberi adását látják. Mutatjuk, hogy mivel készültünk Önöknek a mezőgazdasági magazinunk idei utolsó műsorában. Lássuk a mai témáinkat. Beszámolunk az idei év tudományünnepéről, aminek a témája megyénkben a biztonságos élelmiszertermelés jövője volt. Az alma tárolása akár egy évvel is meghosszabbítható egy új technológia segítségével. Decemberben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is összefoglalta az idei év eredményeit. Valamint bemutatjuk, hogy milyen változások történtek az Agrár Széchenyi kártyát érintően. November a Magyar Tudomány Hónapja. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében a Megyeházán tartották a központi rendezvényt, aminek a témája a biztonságos élelmiszertermelés jövője, valamint az agrárium helyzete volt. Ugye novemberben a tudomány ünnepét üljük, és ennek kapcsán rengeteg rendezvény van megyeszerte. A megyei önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei önkormányzat pedig a hagyományai a szíven megrendezi a Magyar Tudomány Napját, és ennek a napja van ma. És minden évben megadunk egy tematikát, hogy mely terület köré építjük fel magukat az előadásokat, az előadás sorozatot. Ebben az évben a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés lett a fő tematika, a fő irányvonal, és ez nem véletlen. Egyrészt azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereng megye, azt hiszem, hogy igencsak egy mezőgazdasági megye, másrészt meg, amikor a megyei önkormányzat a stratégiai programjait, a koncepciót tervezte, illetve megvalósította, akkor az egyik fő cél, amely mentén elképzeljük Szabolcs-Szatmár-Bereng megye kitörési pontjait, az pontosan a versenyképes élelmiszergazdaság, illetve ennek a fejlesztése, ennek a lehetőségeinek a úgymond kibontása, és úgy gondoltuk, hogy ez is egy kellő alapot szolgálhat arra, hogy most a tudomány napját a mezőgazdaságnak, az élelmiszertermelésnek, a biztonságos és bioélelmiszertermelésnek szenteljük. A meghívotti körre, hogyha tekintünk, akkor nem csak szakmai szereplőket láthatunk, hanem itt találjuk az önkormányzatok képviselőit, illetve nagyon örülünk annak, hogy fiatalok is vannak, bőven iskolákból is érkeztek vendégek, illetve látogatók. Úgy gondolom, hogy ők is nagyon fontosak, hogy itt legyenek, mert ez valóban nem csak egy szűk szakmai körnek szól ez a tudománynapi ünnepség, hanem azt hiszem, hogy a megye teljes lakosságának. A hazai mezőgazdasági fejlesztések a következő években meghatározhatják az ország élelmezés és élelmiszerbiztonsági helyzetét is. Előbbi a megfelelő mennyiségű, utóbbi pedig a megfelelő minőségű élelmiszerek termelését jelenti. Az én előadásom az elsősorban arról szól, hogy melyek azok a lehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésében, melyek az elkövetkezendő években lehet számítani, és én ezt elsősorban az új agrártámogatási és vidékfejlesztési támogatási rendszer tükrében próbálom elemezni, hiszen az elkövetkezendő éveket 2020-ig, ha nézem, akkor nagyon jelentős összeg fog áramlani a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztése érdekében. Ez összességében csak a támogatási hányadot, ha nézem, 3700 milliárd forint, ami, hogyha az önerővel, saját forrással együtt, mint egy 5000 milliárd forintot jelent, ami közvetlenül az agrárium, a vidék fejlődését fogja szolgálni. Nyilvánvalóan ez egy akkora hatalmas összeg, ami kihatással van a mezőgazdaság fejlődésére, az egyes irányok meghatározására, amit én abból vezetek le elsősorban, hogy a magyar gazdának egy jellemző sajátossága az, hogy elsősorban azt termel, azzal foglalkozik, amire támogatást kap. Ebből adódóan a döntéshozó felelőssége is óriási. Németh Tamás akadémikus a konferencián elmondta, a Kárpát-medence természeti adottságai kiválóak a mezőgazdasági termelés szempontjából, a gazdasági és társadalmi környezet pedig folyamatosan javul. Három dolog találkozik. Van egy természeti adottság, ami ennek a térségnek jó, a természeti adottsága. Van egy gazdasági környezet, aminek meg kell tudni felelni, mert anélkül nem működik a rendszer. Harmadik pedig kell egy társadalmi elfogadottság az egészhez. De én úgy látom, hogy az utóbbi időben egyre inkább javul a helyzet. A mai nap egyik fő témája a biztonságos élelmiszertermelés. Ez mit jelent, és ennek milyen jövője van az országban? Igaziból két fogalmat kell megkülönböztetni. Az egyik az élelmezésbiztonság, ugye az, hogy legyen elég élelmiszer ahhoz, hogy a lakosságot plusz egy kis kivitelre tudjunk termelni. A másik az élelmiszerbiztonság, ami azt jelenti, hogy ne engedjünk be a rendszerbe lejátszolatosságú és egyéb dolgokat. Ennek a kettőnek párhuzamosan kell menni egymással. Ugye az adottságaink olyanok, hogyha
van valami kis összefogás, akkor meg lehet termelni azt a másfél-kétszeres mennyiséget Magyarországon, ami az ország lakosságnak szükséges. Tehát azt jelenti, hogy egy majdnem a felét a megtermelt árunak, hogyha korrekten állunk hozzá, akkor azt el is tudjuk adni. Az ön előadása miről fog szólni? Mi az, amire ki fog térni mindenféleképpen? Egyrészt a természeti adottságokra, hogy ezek hogy alakulnak, másrészt megpróbálom belehelyezni a mai valóságba, majdnem azt mondtam, hogy a mai magyar valóságba, de egy kicsit szélesebbe, hogy mi az, amire szükség van ahhoz, hogy élni tudjunk azok a lehetőségekre, amik a rendelkezésünkre állnak. Ugye nem, ez a bolygó kicsi, tehát egészében véve a felületének mindössze egy harmada szárazföld, és abból 11% olyan, amin lehet mezőgazdasági művelést folytatni, ami 4%-ot jelent gyakorlatilag. Tehát erre oda kell figyelnünk, ezt gondoznunk kell úgy, hogy ugye közben mindenki ismeri, mindenki hall azokra a dolgokra, ami akár időjárásban változások. Ugye itt is különböző szinten közelítik meg, van az, hogy változékonyság, van az, hogy változás, van az, hogy globális felmelegedés, tehát hogy ezeknek milyen hatása van a közvetlen környezetünkre és a bennünket körülvevő többi országra és többi kontinensre. És hogyan látja a Kárpát-medence helyzetét? Mi az, amire a jövőben oda kell figyelnünk az élelmiszertermelés, illetve a mezőgazdaság kapcsán? Hát egyrészt komolyan kell venni magunkat, másrészt képzett emberek kellenek a rendszerbe. Ebben azért az elmúlt 20-25 évben a tulajdonos cserékkel, a reprivatizációval és egyéb dolgokkal azért volt néhány kedvezőtlen változás is. Illetve fel kell készülnünk arra, hogy az időjárás bennünket is érinteni fog, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki komolyan akar gazdálkodni, akkor meg kell nagyon választani azt, hogy mivel foglalkozik, illetve elkerülhetetlen lesz az öntözésnek a komoly átgondolása. Korábban ellátogattunk egy almaszületre és egy hűtőházba, az Agrárkamara évértékelőjében pedig Rácz Imre mondta el, hogy milyen lett az idei gyümölcstermés. Az alma minőségével is és mennyiségével is problémák voltak. De erről majd később, most nézzük, hogyan hosszabbítható meg az alma eltarthatósága egy újszerű szolgáltatásnak köszönhetően. Kezdjük azzal, hogy mi ennek a technológiának, a neve, ennek a tartósítási technológiának, és hogyan működik, mik az elvei. Smart Fresh minőségű rendszer a neve ennek az eljárásnak. Az eljárás 2008 óta áll a hazai almatermesztéssel, illetve kereskedelemmel foglalkozó partnereink számára. A Smart Fresh minőségi rendszer alkalmazásával betárolt alma a gyümölcs minőségét sokkal tovább kiváló minőségben megőrzi. A így tárolt alma a húskeménységét, frissességét, léddússágát sokkal lassabban veszíti el, mint enélkül. Továbbá az eljárással képesek vagyunk egyes tárolási rendellenességek mértékének csökkentésére. Ugye ezeknek a rendellenességeknek a megjelenése a hűtőházban, illetve az élelmiszerlánc későbbi szakaszaiban veszteségként jelenik meg, tehát veszteséget okozhat a tárolással foglalkozó szakembereknek, a kereskedőknek, és legvégső sorban pedig a végfelhasználóknak, a fogyasztóknak is. Ugye akik hazaviszik a piacon vagy a kiskereskedelmi láncokban megvásárolt gyümölcsöt, ez az otthonaikban is sokkal tovább képes megőrizni a kiváló minőségét. Milyen elven működik ez a rendszer? A rendszer azon az elven alapul, hogy a gyümölcs érésért, öregedéséért, valamint a túlérésért és az egyes tárolási rendellenességek megjelenéséért felelős hormont, az etilént gátolja. Milyen formában van jelen a gyümölcs érésekor az etilén? A gyümölcsfejlődés során a gyümölcs maga képzi az etilén gázt, ami képes hozzákötődni a gyümölcs sejtjeinek felszínén található etilén receptorokhoz. Ez a folyamat során egyrészt még több etilén előállítására serkenti magát a sejtet, illetve olyan érési öregedési folyamatokat indít be, amelyek a végső soron a gyümölcs puhulásához, savtartalmának elvesztéséhez vezet. Térjünk vissza egy picit erre a Smart Fresh technológiára. Ez mennyi időben hosszabbítja meg a gyümölcs eltarthatóságát? Fajtától függő a Smart Fresh minőségi rendszer hatékonysága.
bizonyos fajták tárolhatóságát 12 hónapig teszi lehetővé. És van bármiféle hatása utána a fogyasztókra? Tehát mondjuk oda kell figyelni arra, hogy egy ilyen anyaggal kezelt gyümölcsöt jobban megmossanak, vagy bármiféle módon kezeljenek? Semmi ilyen eljárásra nincsen szükség. A várakozási ideje 0 nap a alkalmazásnak, és rendkívül kis mennyiségekkel dolgozunk. Egy átlagos 100 tonna kapacitású tárolóterembe olyan 0,9 g-nyi hatóanyag kerül bejuttatásra az eljárás során. Meséljünk egy kicsit erről az eljárásról, hogy hogyan kell ezt elképzelni, illetve hogyan működik. Nagyon fontos, mivel itt egy légnemű hatóanyaggal dolgozunk, hogy gázzáró tárolótérbe legyen betárolva a gyümölcs. Ezt a már meglévő szabályozott légterű hűtőkamrák teljes mértékben kielégítik. Nagyon fontos, hogy a gyümölcsöt optimális szüreti érettségbe szedjünk le. Ennek a megállapítására számos módszer létezik, erre nem térnék ki. A technológia nagyon fontos eleme, hogy szüret után hamar végre kell hajtani ezt az eljárást. Maximum 7 nap áll rendelkezésre, hogy a termelő megtöltse egy tárolótermet, illetve a alkalmazást elvégezzük. Mennyire költséges ez, illetve mennyire lehet esetleg költséghatékonyan üzemeltetni egy ilyen dolgot? A alkalmazás ára függ attól, hogy mekkora a tárolóterem mérete, illetve hogy egy partnerünk hány kezelést tud bevállalni. Egyébként ez bárki számára elérhető, illetve milyen formában érhető el? Ez magyar termelők számára 2008 óta elérhető. A SmartFresh minőségi rendszer szolgáltatásként van jelen a piacon. Magyarországon 2 szolgáltató foglalkozik ezzel. Az egyik a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft., újfehértói munkatársai, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai is foglalkoznak ezzel. A SmartFresh minőségi rendszer alkalmazásával nem csak a kieső áru mennyiségét tudjuk csökkenteni a kereskedelem, illetve a tárolás bizonyos egyes fázisaiba, hanem mivel a gyümölcs légzési folyamatait, anyagcsere folyamatait leállítjuk, ezért a hűtőtárolás energiaigénye is jelentősen lecsökken. Itt 30%-os villamos energia megtakarítást lehet elérni, ezt számos európai kutatóhely, többek között az újfejlesztői kutatóállomás szakembere is kimérték kísérletben. A 2015-ös évben a mezőgazdasági pályázatok közel 1/3-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák nyerték el, a tavaly lezáródó 7 éves költségvetési ciklusban pedig mintegy 110 milliárd forint áramlott a megyei mezőgazdaság vállalkozóihoz. Ezt Kovács Lajos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltség vezetője mondta el a televíziónknak adott évvégi összefoglalójában. Az elmúlt évben 3 körbe történt pályázati lehetőség, a fiatal gazda, a kertészeti gépbeszerzés, illetve hát a úgy nevezett tanyabusz vidékfejlesztés támogatás jogcímeken. Nagyon jó és sikeres évet zártunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásába. Gyakorlatilag a pályázatoknak országos viszonylatban nézve is a 25-30%-a hozzánk érkezett be. A nyertes fiatal gazda pályázatoknál országos szinten 3011 nyertes pályázat volt, ebből 1036 Szabolcs megyei. Ezzel a megyei fiatal kezdő termelők megyei szinten egy 12,5 milliárd forint összegű támogatáshoz juthattak hozzá. A tanyabusz vonatkozásában ott 324 kisbusz beszerzésére nyílt lehetőség a nyertes pályázatok alapján. Itt egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok juthattak ehhez a munkaeszközhöz, amivel az ott élők igényeit, életkörülményeit tudják javítani. Gyakorlatilag ez is több mint 3 milliárd forint összérték növekedést jelentett a megyének. A kertészeti gép beszerzés vonatkozásában
A nyertes pályázatok száma az 505 darab volt, 28 nyertes pályázó nem nyújtott be végül kifizetési kérelmet, a többiek ebben az évben, illetve 2015-ben meg is kapták a támogatás mértékét, ez is közel 3 milliárd forint összegértéket képviselt. De ha már itt tartunk, hogy visszatekintünk a múltba, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy egy 7 éves ciklus zárása fejeződött be 2015-be, és hogyha azt nézzük, hogy az Észak-Alföldi régióban az elmúlt időszakban mintegy 35 ezer kérelem, pályázati kérelem érkezett be, és ebből egy 25-26 ezer nyertes pályázat született, összértékben régiós szinten, tehát Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár megye vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az itt élő mezőgazdasági termelők több mint 190 milliárd forint összegű támogatáshoz jutottak. Ebből körülbelül Szabolcs megyei termelők egy ilyen 110 milliárdot kaptak, elég nehéz szétmondani a jogcímeket, tehát ahogy néztük a számadatokat, a mi számításaink szerint Szabolcs megyében ebből ez az összeg maradt az itteni termelőknek. Említette a kifizetéseket, illetve a pályázatokat a jövő évben. Mire lehet számítani a pályázatokat tekintve úgy, mint elbírálás, illetve a kifizetések változtak-e valamiben 2015-ben? Tehát ami változott, az ugye minden pályázati anyag elektronikus úton kell benyújtani, a papíralapú benyújtások megszűnnek. A kifizetést továbbra is az MVH fogja kezelni, gyakorlatilag szerződések lesznek kötve a termelőkkel. A fő cél, a kormányzat fő célja a támogatandó területeknél a kézimunkaerőigényes növénykultúráknak a támogatása, illetve a feldolgozottság mértékének a növelése. Nagyon komoly pénzösszegek fognak rendelkezésre állni élelmiszerfeldolgozás vonatkozásába, illetve továbbra is fő prioritást fog élvezni a kertészeti kultúrák támogatása. Én bízok benne, hogy a pályázati számok nem fognak változni, és ugyanilyen jó arányol fognak pályázatok nyerni, mint az előző ciklusban, amikor is, ha megnézik a beadott és a nyertes pályázatok arányát, akkor 78-80% közötti nyertes pályázatokról tudunk beszámolni. Ezután kitértünk még egy sokakat érintő kérdésre, a földalapú támogatások kifizetésére. Az elmúlt évekhez viszonyítva történt változás a földalapú támogatások kifizetésével, illetően ami kis kavarodást is okozott a termelők esetében. Rengeteg telefont kaptunk, hogy nem kapta meg azt a támogatási összeget, ami ígérve lett neki. Igazából ennek az oka az volt, hogy a földalapú támogatás két részre bomlott. Két részre kapta meg a termelő, kapott egy összeget a területalapú támogatása, illetve egy másik összeget a zöldítésre vonatkozóan. Na most, hogyha a két kifizetési összeget összeadta, akkor jött ki végül is az a támogatási összeg, ami a tavalyi éveknek megfelelő összeg volt. Tehát nem történt csökkentés benne, nem kapott senki kevesebbet, csak azt az összeget, amit régebben egyszerre kapott meg, azt most két lépcsőbe kapta meg, jogcímenként külön-külön. És ez a jövőben is így lesz, tehát az elkövetkező években arra kell számolni, hogy a földalapú támogatás nem egy összegbe kerül hozzájuk, hanem egy-két hét elcsúszással, mivel külön történik a folyósításuk a jogcímeknek, úgy kerül a termelőkhöz. Az idei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termésről és a mezőgazdasági eredményekről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke számolt be a mintagazdának. Hát én úgy gondolom, hogy az 5 éves átlagot veszük figyelembe, akkor körülbelül egy közepes vagy a közepesnél valamivel gyengébb termés takarítottunk be a mezőgazdaságba. A gabonafélék, a búza, titikálé, rozs, még itt a mi megyénkben nem szenvedett olyan károkat, ugyanis olyan
érési fokozatba jött már az aszály, amikor a szemek teltek voltak, és én úgy gondolom, hogy még a gabonafélékről beszélünk, akkor a látlaktól egy jobb minőséget takarítottunk be. Ez az arány itt a mi megyénkben ilyen 50-50% szokott lenni, és most a minőség az körülbelül 70%. A étkezési búza termetés körülbelül 30% lett, ami takarmánybúza lett. Az ár az átlagos körül szokott lenni, úgyhogy ha a gabonaféléket veszük, akkor az nem mondhatnánk rosszabbnak, viszont a később érők, a kukorica, napraforgó, a gyümölcsfélék, ezek már jobban megsínlették a nyári aszályt, és úgy tűnt, hogy a vetéssel is problémák lesznek, mert nem volt csapadék, nem lehetett a magágy előkészítéseket elvégezni. Többször is emlegettük mi is a Kölcsei TV-ben, hogy sajnos kevesebbet vetünk el. Hál' Istennek, mikor megérkezett a csapadék, akkor felgyorsultak ezek a tennivalók, és a gazdálkodók most a mostani adatok szerint azt mondtassuk, hogy a jövő évi kenyérnek való talajba került. Nagyon jó őszi időjárás volt a csapadék szempontjából is, és az enyhe időjárás is azt segítette elő, hogy az őszi vetésűek olyan fejlettségi fokozatba kerültek az időjárásnak köszönhetően, hogy most már jöhetne egy hidegebb időjárás, egy jó hótakarása, hogy a kártevők kipusztuljanak, kifagyjanak, és én úgy gondolom, hogy az időjárásra, most már az őszi időjárásra, decemberben vagyunk, még mindig ilyen mennyi idő van, utolérték magukat az őszi kalászosoknak a vetés területe is, és a fejlettségi állapota is. A megye egyik legjellemzőbb gyümölcse az alma. Milyen termés volt idén? Az alma minőségével is és mennyiségével is problémák voltak, ez jelentkezett is ugye a léalmának az árában is, a tavalyi 12 forint helyett most 40 forint fölé mentek az árak. Én úgy gondolom, hogy az aszály, még ahol öntözni tudtak, ott is minőségi kifogások merültek fel. 38-40 fokos melegben nap égett, perzselt gyümölcsök lettek, ahol meg nem tudtak ültetni vagy öntözni, ott meg a minősége voltak problémák. A tavalyi 850-900 ezer tonnás országos mennyiséghez képest én szerintem most a 450 ezer tonna, ha megtermett, itt a megyében 300 ezer tonna alatt dolgoztak feldolgozó üzemek sűrítményt, és szerintem országos szinten körülbelül vagy 150 ezer tonna lehet az, ami hűtőkbe került, vagy őszerétékesítésre. Említette már az idei aszályos időjárást, ezen kívül milyen olyan dolgok történtek a megyében, ami károkat okozott a gazdáknak, és ezek mennyire voltak jelentősek? Hát voltak ugye a Pünköst környékén, a Szatmári részen ez a jégverés, ami súlyos problémákat okozott. Hál' Istennek kis területeket érintett az, ahol mondhatnám, hogy 100%-os kárt okozott, de olyan mennyiségű csapadékok jöttek össze az alatt a néhány óra alatt, ami egy hétig is ott állt azon a területeken, és akkor sajnos ezek okoztak olyan károkat, hogy kipusztult teljes 100%-ban ezek a növények alatt, a vízfelület alatt. A 2002-ben induló Széchenyi kártya a vállalkozások átmeneti likviditási gondjainak kezelésére lett kifejlesztve. A folyamatosan bővülő kínálatból jelenleg 6 termék választható, köztük az Agrár Széchenyi kártya, ami akár nulla költségű hitelként is elérhető az év végétől. Kiemelt termékünk az Agrár Széchenyi kártya, amely folyamatosan fejlődik. Jelen pillanatban 60 igénylést regisztráltunk, a kihelyezett hitelállomány pedig 0,19 milliárd forint volt. E terméket tekintve a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók, vagy éppen társas vállalkozások jöhetnek, akiknek gyakorlatilag szabad felhasználású hitelre van szükségük.
Az Agrár-Széchenyi kártyában van egy döntő előrelépés, méghozzá 2015. december 1-én megjelent egy FM rendelet, amely alapján a kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett gazdálkodók, illetve azok a gazdálkodók, akik Agrár-Széchenyi kártyával rendelkeznek, vagy 2016. március 31-ig hatályos szerződést kötnek, a jelenleg hatályos 4% kamattámogatás és kezességi díjtámogatáson felül további támogatáshoz juthatnak, méghozzá a 2015. április 30-át követően esedékes időszakra az adott hitelügyet teljes időtartamára. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók nulla költségű hitelhez juthatnak. Az elmúlt fél órában a Mintagazda decemberi műsorát látták. Legközelebb 2016-ban találkozunk, egy hónap múlva. Addig is kövessenek minket weboldalunkon és a Facebookon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!